nem az idők rétegei tűnnek át, vagy el. A vöröses ródbarna átkelés. Netán a számok, derengő arcok, éles képtelenségek. Egy világ képtelenségei. A köznapok abszurduma. Újsághírek. 60 éve ismerem, amikor még nem festette a haját, hanem eléggé ilyen sötét, barna, nagyon kellemes göndörhajú férfi volt, vagy fiú, vagy fiatalember volt. Én meg még általános iskolás gyerek, és Sümegen ez egy főutca volt, ahol minden vasárnap délután korzó volt. Ő már abban az időben Jampec volt. Amikor mi csak szeretünk volna az lenni, akkor neki már csöves nadrágja volt, és egy olyan vastag talpú cipője, hogy mint egy ilyen csónak, és úgy ringott, és úgy ment a főutcán oda és vissza, és a legszebb lányok voltak a barátnői. Mindig kiválasztott volt. Ha semmit nem csinált, csak ment és mosolygott, ő akkor is egy kiválasztott volt, mert valami olyan kisugárzása volt, és úgy tudott ránézni az emberre, hogy attól az ember el volt varázsolva. És a varázslat azóta is tart, ezt sokan igazolhatják. A régi osztálytársak, barátok, a mai sümegiek, akik az utóbbi időben kapcsolatba kerültek vele. Nézzük, ki is ez a fiatalember, aki Sümegen született, hatalmas ívű művészi pályája innen indult a Kossuth utca 19-ből. Egy rendkívül kedves, szép városban születtem és nőttem föl. A szülőházamtól a Maulbersz az alig volt 4-5 percre, a ferencesek temploma, a Kontuli Bélának a freskóival az szintén egy pár percre volt, és hát amire tényleg kicsit furcsa módon mondom, szóval büszke vagyok, hogy körülbelül 10 méterre légvonalba születtem a kisfaludi Sándor szülőházától. Tóth Endre tehetsége hamar megmutatkozott. 6 éves koromban kezdtem el rajzolni. Érdekes módon, hogy ahogy visszaemlékezek, én soha nem rajzoltam, festegettem tipikusan gyerek rajzokat, és ezt mondjuk utólag egy kicsit hiányolom magamtól, hogy szóval nem volt dús fantáziám, szóval igazán gyerekrajzokat produkálni. S ha a Tóth Endrének hiányérzete is van, azok a korai munkák már megmutatták tehetségét. Ráadásul nagyon jó kezekbe kerültek. Sas Brunner Ferenc neves festőművész volt az első, aki a Müncheni Akadémián Hollósi Simonnak volt a tanítványa, bizony látott fantáziát a tehetséges és szorgalmas fiúban. Szüleim becsalták hozzánk, és megmutattuk a korai rajzaimat, és akkor meglepő, mondta, azt mondta, hogy ez érdekesek, nem szeretem a csodagyerekeket, mondta ő, és nem mondjuk ehhez én hozzátenném azonnal, hogy egyáltalán nem voltam csodagyerek, nem tudom, ezt miért mondta. Na most a Sas Brunnerrel egészen még, hogy elkerültem Sümegről, utána is kapcsolatban voltam. Édesapjának szabó műhelye és üzlete volt, nagyon akarta, talán eleinte még Endrénél is jobban, hogy fia festő legyen. Kóbor, szegény festő, meg miből fog megélni, meg minden, de az apámat ez nem érdekelte, ő egyszerűen azt akarta, hogy művész legyek, és hát az apám nem volt egy intellektuális figura, de szóval mégis szóval annyira akarta, és például szinte megszidott, ha nem dolgoztam eleget, és képzelj el, hogy az üzletébe a falakat az én kis festményeimmel dekorálta ki,
és még el is adogatott belőle 10-20 forintért, és talán valahol megvannak azok. Később a Keszthelyen élő ismert festőhöz, Mikus Gyulához került, ő lett a tanára. És aztán mesél még Tóth Endre arról, mennyire fájdalmas momentum volt életében, mikor nem vették fel a Budapesti Képzőművészeti Gimnáziumban, mert hiszen a szokványos kockák ábrázolásában nem bizonyult a legjobbnak. Így maradt Sümegen, s középiskolás éveiben inkább a sport kötötte le energiáit, a sportba menekült. A haraszton atletizált, futballozott, a sümegi traktor esének volt a kapusa. Szerencsére azonban sorsát vagy küldetését nem került el, kis kitérővel az iparművészeti főiskolát sikeresen elvégezte. Ezután következett Nyugat-Berlin ösztöndíjjal, majd feleségének hatására, kérésére kint is maradtak. Kölnben, az akkori művészetileg fontos városban találta meg azt a helyet, ahol kibontakoztatta tehetségét. Művészete szárnyalt, megtalálta azt az irányzatot, ami a legfontosabbá vált számára. Alkotó életútja példaértékű. Úgy tartanak számom, hogy, hogy az egyetlen figura vagyok a kortársaim közül, aki ezt a késettséget ledolgozta, és a dolgaimat annyira eredetinek tartják, hogy senkitől nem loptam, senkit nem utánoztam, és ez még nem történt meg mondjuk egy magyar festővel. Sümegre a Kisfaludi Emlékház vezetőjének meghívására érkezett vissza sok-sok évtized elmúltával. Az elszármazott művész a közelmúltban letette ismét névjegyét szeretett városában. Ez a negyedik vagy ötödik, vagy nem is tudom, a hatodik táblám a világban. Külföldön is, Budapesten is, vidéken, Debrecenben is van egy hasonló táblám a Kortárs Múzeumban, és Pesten is közel az Operához, a Paluli Erde utcában is a városomban, mert ugye Kölnben élek, a világhírű Ludwig Múzeumban a tetőteraszon is. Na most azért szaporítottam tudja a szót, mert nekem ez a legfontosabb tábla, amit ma avattunk föl az összes közül. A következő esemény, amire hazalátogatott, a Közke avató volt. Nekem egy nagyon rejtélyes dolog volt a Közke, és emlékszem rá, hogy kicsit féltem is a Közkét, nem mertem átmenni rajt, és rá mondhatnám, 70 évvel rá, akkor mentem el először át a Közkén a Rékával. Szóval nagyon-nagyon mély gyerekkori emlék van mögötte, történet mögött. Tóth Endre ma 80 éves korában kezdett el egy új irányzattal foglalkozni, képverseket ír, melyeket képzőművészeti, irodalmi újságokban közöl. Teszi ezt immár Sümeg díszpolgáraként, s míg külföldi, kiemelt helyekről érkező meghívásokat is kap, sikereket arat, lélekben mindig szeretett szülőföldjéhez kapcsolódik. A galéristám fölhívott, kérdezte, hogy ugye mennyire örültél, hogy a San Francisco Múzeumban bekerültél, azt mondja, hát a magyarok közül csak a Vazzarelli és a Mohói Nagy van ott. Erre azt mondtam, hogy mondom, nézd, mással vagyok elfoglalva, most készülődök Sümegre. Az sokkal jobban érdekel, mint ez a hír.